Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum főosztálya által kiírt pályázathoz csatlakozott a Békés megyei önkormányzat, melynek keretében iskolás vetélkedőt szervezett. A közelmúltban a járásokban már lezajlottak a megméretetések, így a képeken látható megyei döntőre az előző forduló nyertes csapatai érkeztek. A vetélkedő ezen szakaszában 9 járásból 11 csapat vett részt, és bizonyíthatták tudásukat a Békés megyei értékekről. A megyei szintű verseny általános iskolai részén 2 gyulai iskola csapata volt érdekelt, a magvető és az implom. Most nagyon sokat tanultunk rá, és megtanultuk az összes hungarikumot, és ezelőtt pedig a keresztlegyvén az nehéz volt. A vetélkedő Békés megyei döntőjén nem volt kicsi a tét a gyerekek számára. Az első helyezett csapat ugyanis egy erdélyi kirándulást nyert, valamint elutazhatnak a verseny országos döntőjére. Az eseményt Tolnai Péter, a Békés megyei önkormányzat alelnöke nyitotta meg. Elmondta, a versenynek kiemelt szerepe van a fiatalok oktatásában, hiszen részesei lehetnek a feltárt értékek további vizsgálatában. Eddig legfeljebb a családon belül a nagyszülőktől hallottak sok minden olyan dologról, ami nagyon-nagyon komoly értéket képvisel napjainkban is Békés megyében a lakóhelyükön. És hát természetesen beszéltem a megnyitomban arról is, hogy a hungarikumok területén is fontos, hogyha tájékozottak a gyerekek, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy itt helyben, Békés megyében, szülőfalujukban, városukban legyenek tisztában, hogy mekkora nagy kincsel, mekkora nagy értékkel bírunk mi. A Békés Csabán rendezett megyei vetélkedőn a helyi hungarikumok álltak a középpontban, beleértve a helyi gasztronómiai kincsektől kezdve az épített remek műkig sorolható értékeket.